meglepetés volt számunkra, mi nem tudtunk róla, és nagyon örülünk neki, hogy megkaphattuk ebbe az évben, vagyis tavalyi év munkánk alapján a díjat. Ez egy vándordíj, nyilván azt kapja, aki az adott évben a legjobban teljesített. Miben volt a legjobb az idén a Badacsony-Tomai Tűzoltóság? Hát ezt a felettesem jobban tudnák, mint én. Hát amit kellett, munkát, mindent megcsináltunk, tehát voltak nehéz kihívásaink, nehéz káreseteink, minden káresetnél, ahol kint voltunk, ott egy ilyen elismeréssel beszéltek a kollégáimról. Igazából mi akkor találkozunk önökkel, amikor baj van, és nem is gondolunk arra, hogy a mindennapokban a bajokon kívül is komoly munkát végeznek. Nem nagyon ismerjük a csapatot, hogyha kicsit be kellene mutatni őket, akkor mit lehet elmondani a Badacsony-Tomai Tűzoltókról? Három szolgálati csoport teljesít szolgálatot nap 24 órájában. Ugye három szolgálati csoportnak úgy áll a munkabeosztása, hogy reggel 7 órakor váltástól, másnap reggel 7-15 váltás végéig benn van egy szolgálati csoport. És bármilyen káreset van, éjjel-nappal 2 percen belül el kell hagyniuk a laktanya épületét. Nagyon sok feladatuk van, nyilván nem csak a tűzesetek, hanem a balesetek is, és hát egyéb más ellenőrizni valók is vannak. Hogyan telik egy-egy napjuk? A váltás után van egy rövid idő reggelire, és 8 órától már kezdődnek az elméleti képzések, hogyha nincsen gyakorlat kiírva. Ez megy egészen délig, déltől 2-ig van ebédszünet, illetve egy kicsi pihenő, és 2 órától pedig 4 óráig ismét kezdődik az elméleti, illetve a gyakorlati foglalkozás, és ezen kívül még a sportfoglalkozás. Ha pedig gyakorlati nap van, akkor megyünk ki különböző helyszínekre, helyismereti foglalkozást tartunk, megismerkedünk az intézményekkel, létesítményekkel, illetve hogyha a szituációs gyakorlat van, akkor egy feltételezett káresetet számolunk fel kollégáimmal. Mekkora az állomány és milyen az állomány összetétele, mondjuk életkorra tekintve? 46 fő teljes létszámban a Csony-Tomai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. Akkor az állomány összetétele az újoncoktól, a tapasztalt kollégákig. Közeledik a nyár, nyilván ez egy olyan időszak, amire nekünk, lakosoknak is külön kell figyelnünk a tűzesetek szempontjából, és önök is számítanak bizonyos típusú esetekre. Hát mire figyeljünk mi ezen a nyáron? Ha nyílt lángot használunk, vagy tüzet rakunk mindenképpen, hogyha szabadba tesszük ezt, olyan helyen tegyük meg, ahol nem tud tovább terjedni a tűz, illetve hogyha kirándulunk, akkor mindenképpen csak kijelölt tűzrakó helyen rakjunk tüzet, ott süssünk, vagy főzzünk. Egy ilyen díj nagyon sokakat elégedettségre késztet, és akkor megülnek a babérokon, de vannak a mások, akiket viszont arra sarkal, hogy még jobbak legyenek. A tomaiak hogyan állnak ehhez a díjhoz, és hova kerül majd ez a díj? Természetesen mi is úgy állunk hozzá, hogy van még mit fejlődnünk, tehát ez még csak egyszer volt nálunk, úgyhogy törekszünk arra, hogy többször is nálunk legyen ez a díj. Hova fog kerülni? Természetesen a dicsőség falunkra, a többi kupa és elismerő oklevél közé. Hatalmas elismerésben részesültek a tapolcai tűzoltók a közelmúltban. Nyilván meglepetés volt, hogyan érte parancsnok urat. Igen, nem igen számítottunk rá, tehát ez egy nagy meglepetés számunkra. Nagy tiszteletem, megköszönjük a bizalmat a tűzoltóság nevében. Ez ugye május 3-án egy központi ünnepélyen volt átadva, ez a tűzoltónap konkrétan. Ugye ezen a korénkor a megyébe összegyűlnek a tűzoltók, és Szent Flórián napjáról beszélünk, magasztaljuk a tűzoltó védőszentünket. És ugye ezen a színvonalas rendezvényen volt átadva sok kollega mellett még ez az elismerés, amit a Veszprém Vármegyei Katasztrófa Igazgató egy döntés alapján nekünk ítélt meg. Tudni kell, hogy ez egy vándorkupa. Ezt minden évben más kapja, remélhetőleg, hogy megpróbáljuk megőrizni, hogy jövőre is mi kapjuk meg ezt az elismerést. Nyilván oka van ennek az elismerésnek, mégpedig az az oka, hogy kiválóan teljesítettek, és nagyon sokat dolgoztak a tapolcai tűzoltók. Ha ezt számokra le lehetne fordítani, akkor azt le tudjuk-e? Igen, hát ugye tavaly éve tekintve, ugye most közepén vagyunk, tehát 380 és 400 vonulás közötti számot tudnék erre bemondani. Ebben sokkal műszaki mentés. Jelenleg ugye évek hosszú során most már a tűzesetek kicsit alábbhagytak a preventív megelőzéssel kapcsolatosan. Úgyhogy több a műszaki mentés, itt sajnos ki kell emelnem ezeket a vasúti átjáróban történő baleseteket. Én véleményem szerint a mai világban rengeteg információ kering az ember fejében, figyelmetlenség tudja okozni ezeket a baleseteket, ami sajnos néha katasztrófába vezet. Ezek inkább főként műszaki mentések. Mit lehet elmondani a tapolcai állományról, hogyha valaki mondjuk ide betévedne és azt mondaná, hogy én ehhez a remek csapathoz akarok tartozni, akkor hogyan lehet? Hát igen, akkor először keresem meg engem, és majd a polgármester útján, ugye mi az elnök,
keresztül végigfutatjuk a megfelelő papír dolgokat. És nyilván ezek iskolával járnak, tehát azt tudni kell, hogy nem az utcáról bejövő ember nem lesz egyből tűzoltó. Megvan a megfelelő didaktikája, vonala, hogy ezt hogyan tudjuk végrehajtani, de nyugodtan keresenek bármikor ebben kapcsolatosan. A tapolcai tűzoltókról azt tudjuk, hogy egy összetartó társaság, mindig is az volt, és most is az. Mit lehet elmondani a csapatról? Milyen csapat ez a tapolcai tűzoltó állomány? Hát ők már ugye régóta össze vagyunk a kovácsolódva. Ezt tudjuk, hogy ABC csoportra van volt, hiszen 24 óra szolgálatot látunk el. Minden csoportnak megvan a maga erőssége, mindenkinek megvan a maga egyénisége, de ezek hosszú évek során folyamán az emberek azért itt összecsiszolódnak, jó hangulattal telik. Nyilván itt benne a tűzoltóságon belül, viszont amikor menni kell, akkor komoly szakmai munkát kell végrehajtanunk, ott nincs félreértés, nincs pardon, azt csinálni kell. A magas színvonalú szakmai munka mellett nyilván szükség van a magas színvonalú ellátottságra és műszerzettségre, gépkocsikra és minden egyébre. Ezzel hogy áll a csapat? Hál' Isten a tapolcai tűzoltóságról elmondhatjuk, hogy technikai szempontból minőségileg felszerelt, szóval a nap hívványainak megfelelünk. Komoly technikai felszereltségünk van, értelmezett az akkumulátoros feszítővel, tehát mindig modernizálunk, mindig próbálunk fejleszteni, jövőbe tekinteni, és ezt tartjuk szem előtt. Hát és ugye több pályázaton is pályáztunk, a BMOKF pályázatokon is sok technikai eszközt és pénzbeli jutatást nyertünk el, ezeket természetesen mindig a tűzoltóságra fordítjuk, javítjuk az infrastruktúráját és magát a technikai eszközöket is.